area we live will take an in-depth look at these changes and consider their impact on current and future immigrants. We'll talk with immigration attorneys, and we want to hear from you. What's your take on the U.S. immigration system, specifically the era of President Trump? Mi a helyzet, gyerekek? Úton vagyunk. Esik mind a dög, de menni kell, mert dologban legalább két kliensemhez megyek át, az is lehet háromhoz ma. Egész nap fog esni az eső. Ja, de jó, legalább nincsen hideg. 50 Fahrenheit fölött van ma. Oké, akkor találkozunk valahol Milfordon, gyerekek. A jó régi városunkba. Mit fogunk ott csinálni? El kell menjünk cipőt venni. Miután végeztem a kliensekkel. Egy jó kosárlabdás cipőt. Rabbutik. Szexet árulnak itt. Hát persze, ilyen szexi szerszámokat. Hogy mondják, ennek kellékeket a szeretkezéshez. Sex shop. Nincs a hülyeség. Na, itt vagyunk Milfordon. Végeztem az egyik kliensnél. Délután egy óra van, és megyünk le Stratfordra. Másik klienshez. 39 a Downtown Milford. Itt volt annak idején a műhelyem a 40-es exitnél. Majd elmenjünk oda és még egyszer megnézzük. Na jó, másik kliensnél nincsen sok munka. Egy fél óra, ha csak valamit még ki nem találtak időközben. Egy fél óra, óra max. Gyerekek, találjátok ki, hol vagyunk? A mallba, ott bizony. Nem viszek be kabátot, mert olyan meleg van ma. Minap még ilyen mínusz 1000 fok volt, ma 55 Fahrenheit van. Tisztelt Celsius felett van. Itt vagyunk a Milfordi Mallba, Connecticut Post Mall. Hatalmas ez a mall. Lehet, hogy a legnagyobb egész Connecticutban. Buffet. Hát most falni nem akarok. Oh, ez all you can eat buffet. All you can eat hibachi grill. Asian American buffet. Ebéd 7,99, vacsora 11,99. Na, lehet mégiscsak kéne falja. Nem, azért vagyunk itt, hogy vegyünk cipőt, gyerekek. Többet nem megyek ilyen. Ha, még ingyen wifi is van. Többet nem megyek ilyen büfébe, ahol annyit tehetsz, amennyit akarsz, mert annyit eszek, amennyit akarok. Többet, mint amennyire szükségem lenne. Na jó, hol vagyunk cipőd? Kosárlabdás cipőt akarok venni, száras cipőt, gyerekek. Dixt, menjünk ide. Azt hiszem, az fenn van az emeletem. Ja, amúgy vannak itt cipős üzletek, Foot Locker, meg mit tudom én még milyenek, meg kell majd nézzem. Régebb dolgoztam azokban. Na, menjünk fel a mozgó lépcsőn. Target. Oda nem megyünk. Milyen van még? Foot Action, Foot Locker. Motherfucker, még mit tudom milyen van. Sapkabót. Lids. Sokkal nem kell. Red Robin, Buffalo Wild Wings. Ja, annak idején faltunk itt. Döglöttjük szárnyakot. De hol van a Dex? Azt hiszem itt jobbra valahol. Ja, ott van leghátul. Emlékeztek-e, voltunk itt, mikor múltkor látogatni voltam Connecticutbe? Future VR. Meg itt van a food court, csomó falóda. Live streameltünk innen, le voltam odaülve.
Nagy tömeg nincsen. Na, mit csináltam? Lenn voltam a Stratfordon. Egy Range Extendert szereltem be egyik kliensnek. Nem volt elég erős a jel. Utána megint visszajöttem ide Mayfordra. Másik klienshez. Még valamit kellett csinálni. Dick. Igyenesen hátra, azt mondta a kislány. Na jó. Basketball shoes, men's sport style. Száros kell vegyek gyerekek a bokámot, hogy védje. Mert szar a bokám, a jobb bokám ki volt menve. Na jó, akkor egyet választunk. Mit vegyünk, Nike-t? Egy kicsit magasabb száru kéne nekem. Na, ez női. Men's, women's, Adidas. Na jó, egyet válogatok. El volt tévedve, nem is ott volt, hanem itt vannak a... Írja, nem men's basketball. Ja, meggoogolöztem az elép, melyiket ajánlották. Valamelyik ilyen pirosat. Na, itt van miből válogatni. Oké, fel kell próbálják egy néhányat. Na, itt vannak a Foot Action-be. Itt nem volt olyan, ami nekem kellene. Volt egy Air Jordan, de nem volt, csak 9-es felesbe, meg 11-es felesbe. Azt mondták, menjek le, itt van alul a Champs, és ott van. Ahogy a tévében látod, infomercial üzlet. Gyerekek, utálok shoppingolni. Lótni, futni körbe itt a mallba. Sohasem volt kedvenc tevékenységem. Na mindegy, körmeimet megcsináltassam. Majd következő kó. Gyerekek, meg szeretnétek ezt nézni? Dave & Buster's. Valamilyen izé játékok. A gyermekeknek való egyszer. Nagy szuper fajtok. Nézni előgépek. Fú, az meg. Mindjárt rosszul leszek itt, annyi fény, meg annyi zaj van. Valami flippergép. Kimentek divatból, úgy látom. Csajok követnek. Azt a helyen. Micsak szűrzavar van itt. Tübörög. Villog. Á, vagyok szélű a gyerekek. Hagyott egy pohár sőt, mindjárt megiszunk.
rosszul lettetek, én igen, esküszöm. Elszédültem meg. Hú, nagyon utaltam. Játszótér. Ó, oh, LA Fitness. Van a mallba LA Fitness. Hol lehet lemenni? Le akarok menni, már egy 10 perces nem találok lépcsőt. Itt elő volt, azt hiszem egy mozgó lépcső. Ja, ott van jobbról. Itt volt egy hatalmas nagy üzlet, a Sears, de bebukott. Oda szólt. Vannak masszázs székek is. Itt a direktori. Nagy része a cipősöknek itt lesz, az alsó szinten. Dave & Buster's. Micsa szarháj? Hát gondolom, gyerekek évezik. Én már nem vagyok gyerek. Belül egy kicsit. Tiszta üres a Sears. És egy üres, ki lehet bérelni. Itt is egy Entertainment Center. Aja, na itt már vannak flipperek. Ott már van Adams Family. Guardian Galaxy. Ezek a régi mechanikus flippergépek, ezek a jók. Ez picike, üres, senki se. Eladó sincs. Kliens sincs. Be fognak bukni ezek a mólok, gyerekek. Van az utóbbi 10 évben sok bebukott. Az internet megölte őket. Na jó. Menjünk, vegyünk egy cipőt, húzzunk el innen gyorsan, mert nagyon unom ma. Finish line-ba felpróbáltam egy Nike Air-t, de egy kicsit bádörölte az enkölömöt. Bokámat egy kicsit nyomta, úgyhogy nem volt elég kényelmes. Menjünk a következőbe. Foot Locker. És hol van a Champs? Akkor az még arrébb van. Ó, gyerekek. Na. No. Lakörbe felpróbáltam, vagy kettőt, új, nagyon jók, Kyrie Irving cipők. Csak nem volt az a méret, az a design, meg szín, ami tetszett, de meg tudják rendelni. Itt meg mi van? Ajá, ez ugyanaz. Na jó, sokat nem boklászunk már, gyerekek, még egy üzletet nézek meg, a Champ-et, de amúgy azt mondja, Foot Action, Foot Locker, Champs. Az övék egy tulajdonban van, úgyhogy meg is nézte nekem, azt mondja mások, hogy nálunk nincs, ott sincs, mert meg tudom nézni mind a három üzlet stokja. Egy Champs itt van, ne. Úgyhogy itt még vagy kettőt felpróbálok. Azt mondja, hogy amelyik tetszett nekem, azt meg tudja rendelni, jövő hétre itt lesz. Na nézzük Champs-be, mit kapunk. A gyerekek, kezdek agyilag leépülni most már. Champs-nél se volt semmi jó. Azt mondta, hogy itt van még egy üzlet a Target mellett. Nézem meg, ott nem, itt már elfelejtettem valami, a betűvel kezdődött. Telefonos üzlet, ez nem kell. Azt még megnézem, és hogyha... Na mi van itt? Kids futlak el, gyerekek. Hogyha ott se találok jót, akkor... Visszajövök, megrendelem ezt a Kyrie Irving shoot. Na gyerekek, közben még betévedtem egy üzletbe, azt sem tudom, hogy mi a neve. De azt hiszem megvan a nyerő. Nike Air Precision. Nem olyan túl szép, nem olyan túl dizájnos, de olyan kényelmes és olyan könnyű súlyú, hogy azt hiszem ez lesz a nyerő, gyerekek. Azért még elmegyek a másik üzletbe, mert nincs messze itt a Target.
megpillantom, ott mi van. De ez nagyon tetszik, még arba is nagyon jó. 70 dollár. Kari mennyi volt? 90. 120, de szélen van, úgyhogy 90. De ez jobban tetszik, kényelmesebb, meg könnyű súlyú. Meg magasabb a szára. Az kell nekem, hogy tartsa a bokalmot, mert jobb bokalm egyszer ki volt menves valami drótok itt elszakadt többen, nem. Meggyógyult, de ez rég volt, még 17 éves lehettem. Liciumból kosoroztam. Na jó. Na gyerekek, hát nem az utolsó üzletbe, ez az üzlet, amit mondok, Eblens. Nem a legutolsó üzletbe találtam meg a tökéletes cipőt. A tökéletes kosárlabda cipőt. Na mindjárt megmutatom. Nagyon, nagyon excited vagyok, gyerekek. Mi fekete testvér segített kiválasztani. Azt mondja, ó, kosarazni kell, azt mondja, gyere, tudok én egy jót. LeBron James-et ismered, mondom, milyen beszéd. Testvérek vagyunk ma, hogy nem. Várjatok, hova tegyem le? Itt ne. LeBronos cipőt vettem. Mi húzza át ezek így a muzsikát ilyen hangosan? Nya. Szélen volt természetesen ez is. Gyerekek, ne egyetek meg, csúnya egy kicsit, nem olyan szép dizájnos. 140 dollár. Rendes ára, és most 70 dollár volt, le volt árazva. Terepszínű. Ez a Soldier, hol írja rajta? LeBron James Soldier 12-es SFG 11-es méret, amerikai méretben, európaiban 45-ös. Hát amúgy én 10-es vagy 10-es felest hordok, de a kosárcipők szorosabbak, ezért kell egy kicsit nagyobbat venni belőle. Nagyon fasz a kényelmes, magas szárú, úgyhogy védi a bokát. Nem olyan túl-túl magas szárú, azok már nem olyan jók. Na, alig várom, kipróbáljam már. Hú, nagy harc volt, gyerekek, már vagy két órája itt bóklászok. Mennyi az idő? 5.46, majdnem 6 óra. Na jó, húzzunk, mert ide lenne egyet vacsorázni, és utána még gyorsan a gymbe elmenni kipróbálni az új cipőket. Ha? Ronda de finom.